átadták a Hajós-Szentgyörgyi Erdészeti Erdei Iskolát a hozzá kapcsolódó tanösvénnyel. Az Érsekhalmak külterületén található, a Gemenc ZRT kezelésében lévő majorság épület együttese immár új funkciókkal bővült. A beruházás nem csak a régió iskolásai számára biztosít magas szintű természetvédelmi szemléletformálást, hanem egyben olyan ökoturisztikai célpont is, amely a pihenni vágyók számára kínál új lehetőségeket Bács-Kiskun megyében. Mindig öröm a megújulás, és az ember szeme mindig hozzászokik könnyen ahhoz a széphez, amit lát a régi helyén. Egy nagyon régi épületet sikerült most megújítani a tulajdonos jóvoltából, aki erre forrást biztosított számunkra. Egy erdei iskola épületnek alakítottuk ki, bízva abban, hogy itt a környék, a Dunának a Duna-Tisza közi oldalán fekvő falvak, illetve városoknak a nebulói ideál látogatnak hozzánk, nem csak a Pörbölyi Erdei Iskolába, és itt a egyébként nehéz gazdálkodási körülmények között kezelhető erdőkkel is megismerkednek, ugyanis itt is van szépség, itt is vannak állatok, gombák, amiket érdemes megnézni. Fontos fejlesztés ez a mostani. Ugye mi, akik itt élünk a Gemenc szomszédságában, vagy mondhatjuk talán a Gemencben, az erdőben, mi az elmúlt évszázadokban, évtizedekben megtanultuk megbecsülni, becsülni, óvni, védeni ezt az erdőt, azokat az értékeket, amelyek bennünket körülvesznek. De azért is fontos, hogy ez az épület megújult, és egy erdei iskola lett belőle, és a tanösvény is megújult, mert azt gondolom, hogy ez hozzásegített ahhoz minket, hogy a gyerekeink és az unokáink is megismerjék ezt a környezetet, és ők is tovább tudják majd adni ezt az értéket a saját gyerekeiknek, így hagyományozva azt, ami bennünket körülvesz. Alapvetően arra van berendezve a dolog, hogy az erdeiskola tantermében rossz idő esetén vagy egy adott foglalkozásra be tudnak ülni a gyerekek, valamint az étkezőben az ebédet vagy akár több fogást, reggelit, ebédet, vacsorát elfogyasztani, és az erdőben az erdei úgymond szabad levegőn való oktatás az erdeiskola környezetében. Tulajdonképpen ez az, amit ezzel egyelőre megcéloztunk. És aztán várjuk, hogy mivel tudjuk még fejleszteni azt a repertoárt, amit eddig kialakítottunk. Itt nálunk a Gemenc ZRT az végzi a mindennapi természetes feladatait, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, és emellett nagyon nagy figyelmet fordítanak arra a jóléti tevékenységre, amelynek keretében ez a fejlesztés is megvalósulhatott nagyjából 100 millió forintból, és így az is öröm, hogy itt Érsekhalma környékén történt ez meg, mert a legtöbb ilyen fejlesztés a Gemenc központjában, Baja környékén, az erdei vasútnál, Pörbölynél történt az elmúlt időszakban, most viszont itt Érsekhalma mellett is egy olyan létesítmény alakult ki, amely lehetőséget ad a környékbeli gyerekeknek is, hogy ide jöjjenek, illetve az idegenlátogató turisták is jó hírét tudják vinni ennek a létesítménynek, illetve az egész gemenci erdőnek. De azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, hogy 20 év múlva is, hogyha visszatekintünk arra, hogy mit értünk el és milyen közegben vagyunk, hogy azok az értékek, amelyek bennünket körülvesznek, azokat meg tudjuk óvni. Hogy olyan világ van ma, amikor mindenki milliárdos fejlesztésekről beszél, mindenki infrastruktúrális fejlesztésekről beszél, és nyilván ez fontos is. De azt gondolom, a legfontosabb talán, hogy az a természeti környezet, ami bennünket körülvesz, azt meg tudjuk őrizni. A 20 év múlva azt tudjuk mondani, hogy azok a létesítmények, amelyek az erdőben vannak, azok az értékek, amelyek bennünket körülvesznek, azokat meg tudtuk őrizni, fejleszteni tudtuk. Hogy azok a gyerekek, akik itt élnek, azok ugyanolyan természetesnek gondolják ezt a közeget, mint mi magunk, illetve a mi szüleink, akkor azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk azon a munkával, amelyet elvégeztük. Reméljük, hogy sokan ellátogatnak hozzánk, fel tudjuk mérni, hogy ők milyen igényekkel lépnek fel az itt lévő úgymond környezet iránt. Én akkor lennék boldog, hogyha hozzánk ellátogató gyerekek vágynának majd vissza hozzánk, újra eljönni.